A tablók a falon és a serlegek a tálókban már korábban is bizonyították, hogy milyen gazdag sportmúlttal rendelkezik az 1976-ban alapított iskola. A járvány miatt ugyan egy év csúszással jelent meg a 45. évfordulóra készült kiadvány, de most már dokumentálva van az elmúlt közel fél évszázad. Úgy gondoltuk, hogy össze kellene gyűjteni azokat a sportolókat, akik példát mutathatnak, illetve akiket példaként állíthatunk a jelenlegi tanítványaink elé. A példaképekre úgy gondolom, hogy a mai ifjúságnak is szükségük van. Ezek a példaképek adhatnak erőt, kitartást ahhoz, hogy további sikereket érhessenek el a diákjaink. Nagy Kornélia Kitti az aranyból indulva lesz sokszoros magyar bajnok, junior világ és Európa bajnoki bronzérmes ökölvívó. Óvodás koromban ide jártam a szomszéd óvodába, és ugye úszni átjártunk ide már kiskoromtól kezdve. Aztán az iskolát, az első osztályt is itt kezdtem el, folytattam az úszással, ami hát ugye nagyon jó alapokat adott a későbbi sport pályafutásomhoz. Ugyanitt az iskolában folytattam, elkezdtem röplabdázni, aerobikoztam is, és egyébként a röplabda és a röplabda mellett kezdődött el az ökölvívás szeretete is, úgyhogy hát 14 éves koromban kezdtem el, úgyhogy a gimnáziumi éveimben én folyamatosan ökölvívtam, versenyeztem, versenyekre jártam, hát nagyon támogató volt egyébként a légkör, tehát mindenben segítettek, elengedtek, több hetes táborokra, úgyhogy... Hát nekem nagyon jó élmény volt most ide belépni újra, tehát több mint 5 éve voltam itt utoljára. A sportiskolai programnak köszönhetően az arany napjainkban is fontos szerepet tölt be az utánpótlás nevelésben. Elsősorban az úszás az, ahol a diákjaink a legjobbat teljesítik. De az évek alatt felzárkózott a kézilabda, a lányröplabda, és atlétikában is szép sikerek vannak, például Lőv Gábort említhetném, aki magasugrásban volt például országos bajnok. A legkisebbek közül pedig a tornászlányok azok, akik ebben az évben, és most már talán harmadszor országos döntőbe jutottak, ezt a sportágat próbáljuk most továbbfejleszteni. A pénteki rendezvényen a jelenlegi és korábbi sportolók mellett az alapító, címzetes igazgató Szondi György munkáját is megköszönték az intézmény jelenlegi vezetői.